Ma hát én nagy szeretettel köszöntelek itt benneteket. És hát engedjétek meg, hogy nagy szeretettel hadd köszöntsem itt Pál István bácsit, aki itt közénk eljött, és hát a pásztorságról fog beszélni, a pásztor hagyományokról fog beszélni. Őről a két legfontosabb tudnivaló, kimondottan ezt hangsúlyozta nekem, hogy ezt, csak ezt a kettőt mondhatom el róla, hogy a népművészet mestere és a magyar kultúra lovagja. Tehát őt megtisztelték már ezzel a címmel, ezekkel a címekkel. Én ővele úgy ismerkedtem meg, hogy Jóska bácsi, a Molnár Jóska bácsival mentünk lefelé Visnyeszéplakra, és hát egyik állomásunk alkalmával őt fölvettük, és rengeteget beszélgettünk lefelé, mert Visnyeszéplak felé, és hát Pista bácsi nekünk olyan meséket és olyan dalokat mondott, amire még Jóska bácsinak is a könyv kicsordult a szemében, tehát én azóta a szívemben őrzöm őt nagyon, mert egy nagyon-nagyon szeretetre méltó ember, és úgy gondolom, hogy az a tudás, ami nála van, az nem maradhat meg csak nála. Tehát az kell, hogy azt mindannyian ismerjük, azt mindannyian tisztában legyünk vele, hogy mi az, amit ő tud, és mi az, amit ráhagyományoz majd ránk utódaira, és majd a többiekre, aki gyerekekre ismer, hiszen iskolákba is jár ő előadásokat tartani, a gyerekek már Tereske és környékén, ahonnan ő való, már úgy nőnek föl, hogy ismerik ezeket a hagyományokat. Hát most egy kicsit majd bepillantást nyerünk mi is ebbe a körbe, és ahogy Jóska bácsi mondta, én azzal az egy mondattal szeretném csak befejezni ezt a előzetest, hogy ő az a pásztor ember, aki még birtokában van a teljességnek. Nagyon köszönöm szépen, hogy megfogadatok, és akkor át is adnám Pista bácsi. Pásztor családból származom. Az elődjeik, mikor antaláltak a kutatók, ők kapáig tudtak visszamenni, tovább nem, azok mind pásztorok voltak végig. Most játszani azon a hangszereken fogok, amin az édesapám, nagyapám, meg az elődjeim, meg is saját magam is, kérem szépen, játszom. Bűrtudán, és saját készítményű kuruljáimon, ezt mind én csinálom, ezt a kuruljákat, ami legalább 350 le van adva, amit mert én ezt palóz pásztor kurulja, kérem, ezt tanítom. Én tanítom a Dudát, a palóz pásztor kurulját, és nagyon-nagyon sok van számomra népdallokból. Karácsony fele meg ma sok van a szent énekekből, kérem a karácsony énekekből, amit járom, és stb. A dolgokat. 1919-ben születtem február 25-én. Nem mondom meg, hány éves vagyok. Két Bodonyban. A nótáim két Bodonyhoz húzódnak és szatolódnak legjobban, mert a két Bodon szeretem legjobban, a szülőpalmot. 39. november 4-én nősültem, Tereskére jelen pillanatban is ott lakom. Na, erről többet nem mondok, a műsoromat először is tudóval kezdem meg. El is mondom előre azt, hogy ne úgy vegyék a Dudát, hogy talán ebben rongyban van a levegő, nem. Hanem csak ez úgy mondjuk rá, hogy Dudára rá van adva a gatya. De hogy miért? Tessenek meghallgatni. Ez 6 hónapos volt, ez a szegény állat, amit megnyóztam bőréből, kérem szépen. Dudát csináltam, a hússal meg jó pörköltekat csináltam. Persze én 1952-től nem iszom és nem dohányzom. Mert hát akkor én megelégettem, majdnem addig az egész életemre való italt megittam. Mert hát nem is az én, de azóta nem dohányzom, mióta nem kapával gyomirtódják a dohányt, hanem permetezik. És nem törik a dohánt, a 3 törést, hanem leégetik egyszerre, törik le mind a napra forgót. Képzeljék csak el, ha valaki dohányzik, most nem csak a dohány és a nikotin öli a tüdejét, hanem a
gyomírtószer, és még az a szer, amivel egyszerre éreztik meg a dohányt. Itt háromféle tüdő. Akik mostan kérem dohányoznak 50 éves korokba, vagy 45-50 éves korok szépen fognak kifelé hullani, és ráncosodnak hamar, eltorzul az arcok, elszínesedik, stb. Egymás is adtan. Ezt nem mondom tovább. Hát most olyakat fogok kezdeni tudalni önöknek, látom, hogy elég idősek vannak itten, hogy amit talán majd fognak is érteni és hallani, és át tudjak venni azt, tehát, hogy mit dudálok. Lesz ebben, abban fogom kezdeni egy balladával, hogy bujjósik az árva madár, egyik ágról másikra, és így tovább, még az is ezzel, hogy két út van. Még aztán csak így, a sokból, mert hál' Istennek gazdag vagyok benne. Mindenben nagyon. Thank you.
hasznak elni kölvetni a kabát. Na, mostan. Műsorokat tovább, most egy pásztor éneket fog, egy legkedvesebb jó asszi éneket el fogok énekelni, utána aztán egy jó szerelmeseket is, mert voltak, mi voltunk még fiatalok is, igaz, és voltunk szerelmesek is. Hát azért még megillett bennünket is, ha más nem, csak abban óta legalább, ha ma más nem. Hát. Bodonyi sűrű járdő, az anya. Hely, de jól a gyerek is angyalom én hozzám. De megmutatom hőszvabokra ostanyámat. Közepébe készál jegenyapámat. Kint a pusztán magam lakom egyedül, nyéken csak a sárga rigó hegedül. Hely, de a rigó is azt fütyöli hajnalba. Kejfel juhász megvirott a tanyába. Ha felkelek kora reggel hajnalba, rágyújtok a hosszú száraz tejték pipomra. Hely, de jó, hogy megyek a nyájam között vizsgolva. Nincsen edög vagy, nincsen megdésmalva.
ha megzöglik a nyájamból egy birka, de meg sem gyózom, még a gazdám nem látja. Kedves gazdom, vizsgolja meg, mi baja, ennek sem kedvezett már a nyavaja. Két bodonyi csárdaj előtt van egy fa, de a birka nyájamot belelget a látta. Hely, de hagyjátok a birka nyájam, hadd elálljen, hiszen két bodonyi bíró lányai a kedvesem. Már elveszett a lábam, hely a nagy hegy járdőbe. Elszakadt a kemény szarócsizmám, sej a lókeresésbe. De ne keresd a lábát, mert be van az fogva. A fevére jött varába, sej szól a csengő rajta. De ismerem a lovám, csengő szólásáról. Megösmerem a kedves kis angyalom, sej az ékes járásáról. De ismerem a csengőt, volt és a kezembe, a gyarmati nagy vásáron, sej a kedves babám vette. Mert máma írok a babámnak levelet, hely, ne felejtsd ből rakatok rá bélyeget, ne felejtsd ből bélyeget, hely, rozmarinksz a levelet, kedves babám, ráírom a nevemet. De ne felejtsd ből bélyeget, rozmarinksz a levelet, kedves babám, ráírom a nevemet. Mert ezután bársor ruhába járok, hogy engemet szeressenek a lányok, mely rénsárkantyó csizmába büszkén megyek a baba. Én vagyok egy barna kislám babája, de rénsárkantyó csizmába, hely, büszkén megyek a baba. Én vagyok egy barna kislám babája, mert ezután így élem a világ. A kalapom jobb szememre levágó, egy liter bor kezembe, hely, a barna babám ölembe, a bánatnak nincs helye a szívembe. Egy liter bor kezembe, de barna babám ölembe, hisz egy volna, hely, a bánatnak nincs helye a szívembe. Nagyon, egy kicsike kis rövid mesét mondok el, lehet, hogy önök, ő lesz olyan, aki, bocsánat, hogy szóltak, aki rá is fognak jönni, hogy mit jelent ez a két kis dallos búbos pacsirta. Azt hiszem, hogy mindjárt olyan tudja akarsz, hogy mi ez a búbos pacsirta, mert két párca pacsirta van, kérem, aki a bokrokban, az erdőkben él, az a pacsirta. És azután, amit fülemögyenek is mondunk, és azután kérem szépen, az a búbos pacsirta, aki nem bandormadár, hanem nyáron kint van a határba, és ha télen behúzódik a falvakba, és ott talál. Azok, és azok a füty nem énekelnek, nem tudnak, hanem gyönyörűen fütyülnek, és minden madár fütyjel, szóval az éneket, vagy dallamokat, mindent ad ki, úgyhogy ezeket azt lehet mondani, hogy ha az ember nagyon jó figyeli őket, ők tanítják az embert, mint én is napról napra kint voltam, mert nekem nincsen csak négy ellenim, mert erdőkön azon a jó a télen mindig bent, nyáron meg ha kint voltunk az erdőkön, meg azután jó. Ők tanítottak engem, én meg őket tanít, így akarom mondani az egészet. Én egy kis pacsirtal meg elmondom a baját. Egyik kis faluba megszületett egy pacsirta.
egy olyan kis pacsirta, aki egyedül maradt, és egyedül volt. Majd, ahogy az a pacsirta télen lehúzódott a falvakba, mikor ma jött a tavasz, azt fütyülte. Kicsi szűr, kicsi szűr, jön a tavasz, kicsi szűr. Erre kiszállt a határba, egyedül volt, megbánta. Elrepült egy másik határba. Ott találkozott egy olyan kis pacsirtával, az is egyedül volt. Össze beszéltek egybe, szépen, és fölszálltak a levegőbe. Mikor lehúzottak az falvakba, kimentek a határba, és fészket raktak a föld porába. Minden nap földkőcekkor felszálltak szépen a levegőbe, és ének, fütyülték énekbe. Megyek az Istenkéhő juhászkának, megyek az Istenkéhő juhászkának. Hatalmasan fölmentek nagyon messzire, mikor már csak picike kis dió valamit lehetett látni, eszébe jutott, hogy lehet juhász, ha nincs nálapot és nincs neki botja. Erre elfüttyenti magát, hogy oda lehattam a bocsikámat, és mindegy rögecske úgy leesett a fészkére, és ott maradt. Majd ki is kelt a gyönyörű, szép, hat gyönyörű kis pacsirta. Együtt szálltak a levegőbe énekelve, együtt mentek le falvakba térire. Az a hat kis pacsirta meghalt, egymás után mind a hat. Két öreg pacsirta alatt sírtak, bankódtak a kis pacsirták után, és ketten szálltak föl csak a levegőbe énekelni, megyek az Istenkéhő juhászkának, kicsi szűr, itt a tavasz, kicsi szűr. Az egyik öreg pacsirta meghalt. A másik öreg pacs egyedül maradt, bezárkózott a kicsi szobájába, sírt, bankódott, nem evett, lefogyott igencsak meg porzasztóra, annyira, hogy azt hitte, hogy ma kérem, el fog halni. És erre egyszer több kis pacsirtát rátaláltak arra az öreg pacsirtára. Körülfogták a kis lakásába, elkezdték kérni őtet, azt az öreg pacsirtát, te drága pacsirta. Ne szomorkodj, neked élni kell, ne szomorkodjál közénk, tanítsál bennünket szépen énekelni, együtt szálljunk föl a levegőbe, együtt énekeljünk, és együtt vegyük át a falvakba a telet. Nehezen az az öreg pacsirta ráállt, és beállt közéjek, tanította őket énekelni pacsirta módjára. És jelen pillanatban is, de majd, amikor az öreg pacsirta meg fog halni, akkor a többi pacsirta csak föl fog szállni a levegőbe, és emlékére fogják énekelni. Kicsi szűr, itt a tavasz, kicsi szűr. Köszönöm, hogy meghallgattak. Miről szól ez? Én rólam. Hat gyermekem született, és én vagyok az a pacsirta. No, kérem szépen, így akkor mostan pastorossal megtörölöm a bajusomat, de nem úgy, mint de az ez mese, hát akkor az nagyon sok hajt tartana, hogyha ezt a mesét is el kellene mondanom. Az időnk van, kérem szépen, hogy még egy hízódisznót mellettem a pörzsőn is a hurkolt kalposzt megcsinálni, erre, mert remélem, én végzek ma már. Pásztor ünnepeket és a pásztor 12 hónapnak az ünnepjeit fogom most elmondani itten, hogy mi is, mire tartozik, és mi is, hogy is, stb. Stb. Majd utána esetleg, hogyha nem értik, vagy valami, majd utoljára lehet érdeklődni, hogy mi, mert nagyon szépen azt én elmagyarázom. Először is
A januárból kezdem meg. A január 25-én nagyon jól tudjuk, hogy palforduló van. Mint juhászok, pásztorok, nem nagyon szeretjük azt, hogyha kütött a nap. Mert akkor tudtuk azt, hogyha sütött erősen a nap, palfordulókor január 25-én, februárban, Mátyáskor 24-én nem bírta Mátyás megtörni a jeget, hanem tovább tartotta. Itt nagy baj volt, mert se bent, se kint a határba jönnek. Bizony februárban, ha nem törte meg a jegyet. Akkor március 12-én Gergely, annak bizony nagyon fázott még a füle meg a feje. És ha még akkor a hó megvolt, és esett a határra, tűz volt. Mert március első a határra tűz. És akkor Gergelyen akkor március 12-én esett az eső vagy a hó, nagyon sok báránbőr fölkerült a padlásra, hogy a Gergelynek legyen elegendő meleg sapkája. Ez nagy baj volt, mert esett az eső, fújt a szél. Hiába jött meg 18-án Sándor, el is indult a határba. El is indult, de fázott annak is a füle, meg aztán a feje, Kusmát is felhúzta magára. Ment egy darabig, igen, már csak olyan fázott, látott, ki van írva borsörpálinka. Befordult a kocsmába. Égett a kájhába a tűz, odaült mellé, ivogatott ő ott önmagába. 19-én megjött, kérem szépen, József. Hiába, hogy József, Szent Józsefnek kérem, dicsérjük és kérjük arra, hogy Szent Józsefnek érdeme, vezérenjen menyekbe, el ne feledkezzünk rólunk tölgye sértibe. Hiába elfeledkezett, és nem fogja még se aratásba, se arpa vetésre pengetni az ő kedves nótáját. Mert ugyanilyen József is megfog, behúzódik a kocsmába, bemegy a kocsmába, itt ma ketten fognak inni, nem egyedül magába. Hát igen, így van. 21-én Benedek kinéz, esik az eső. Összecsavarja zsákot, ballak ki, mit csináljon? Hideget szedjen a zsákba. Behúzza a nyakát, mert hol az eső a nyakába? Elér a kocsma elé, bemén a kocsmába, hát ha kályhánál meg tudja zsákot tölteni meleggel, és valami meleget tud csinálni a határba. Bizony nem bír semmit, mert ő is leül Sándor Józsefhoz, ő a Benedek, oda tartott a zsákot, de még a kezét is, hogy ne fázzon, mikor megfogja a bort a fohárba. Itt akott 25-én gyümölcsoltó boldogasszon, hopp, baj van. Se Sándor, se József, se Benedek nem tudtak csinálni semmit. Ezek bent vannak a kocsmába. Kapják a mete söprőt, szaladásnak a kocsmába. Elé, fülén, falkon, fején veri őket a söprővel, menjetek a határba, csináljatok valami tavaszban a nyárnál. Megszólal Benedek, Szent Asszonyom. Még most is esik a tűz március a határra, az eső. Ma mi van 5 nap? Április arpa maradjon ma a zsarkba. De hát akkor is kiment, nem csináltak semmit, mert a Szent György napra úgy csak folytatódott az eső, talán valamennyivel melegebb volt. De ma baj volt, mert csak nem tudták az arpót elvetni. Nem lehetett mondani, kérem szépen, hogy Szent József, kérem szépen, veti arpáját, pengeti nótáját. Nem pengette, ivott a kocsmába. Eljött Szent György nap,
a parasztor ünnepelre meghúzom magamat, mert az a parasztorok ünnepe. Eljött Szent György. Igen, a Konda egész nyáron és egész télen kijárt, makra, csicsókákra, a birka meg Mihán fekete lett a föld, elment a hó, azonnal kiment, ha mindjárt csak a száraz fűre akkor is, mert nem volt semmi a padláson, se a szérőn, se a kazánban. Majd eljött Szent György, elment kérem szépen a Csikós a Szent Györgyhöz, meleg lesz. Majd megtudod, ő nem hallgatott, a Szent György elment a juhahoz, hogy Pajtor, adj valami jó fiatal juhot, már megünnepeljük a Szent Györgyöt, adj egy jó fiatal juhot a kondérba, adj legyen jó pörkölt vagy gulyás a pásztoroknak javára, mert mábor el van készítve, paprika, hagyma, minden, csak azt hiányzik. No, ezt vigyétek el. Igen. Ekkor Szent György napkor hajt ki a ménes, és hajt ki a tehén pásztor a gulyás. Ford a kandérba birka pörkölt, de ha itten, hirtelen kellett, hogy esett az eső. A ménes megfázott, és hirtelen kellett énekelni, hogy Lóra Csikós, Lóra, elszaladt a ménes, elszaladt a ménes, csak egyedül maradt a panyván a nyerges. Nem tehetek róla, mert be vagyok zárva, mert be vagyok zárva, helybeként van a bojtárom. Számoljon el róla, számolj bújtár, számolj a szilajcsikokról, a szilajcsikokról. Én majd elszámolok a nyerges lovamról. Ez baj volt, mert nem tudtak együtt szépen megenni a pörköltet, mert ázott a ménes, megrázta a hideg, elindult, viszont fölköllött a csikósbojtornak a lóra ugrani, és megtér visszatéríteni a ménest. De ha fordítva volt, hogy a bagibáró gulyásra elkezdte kérem énekelni azt, mikor legelt a gulyája, szóltak a kalempak, a csengők a nyakába. Szépen legel a báró jurgulája, de a kisasszony maga sétál utána. Még messzirőre kijárt a gulyásra, szívem gulyás terét lejá. Én kisasszony, leterítem a subámat, de attól félek, behajtják a gulyámat. Szívám, Jancsi, ne gondolj a gulyádra, majd kiváltja érzes anyám aranyat. Lányom, lányom, lányomnak sem mondálak, ha én téged a gulyásnak odaadlak. Anyám, anyám, érdes anyám, tagadj meg, de a kicsi szívem a gulyásért hazadj meg.
Így, ahogy ezt elénekeltem, ilyen nyugodtan ehették meg a birkaporsgöltet, mert jó volt az idő, szépen legelte Buzsá. Eljött április után a május, fákmadarak napja, szerelmesek hónapja, orgona virágzás, madárdarok az erdőbe, zöld erdőbe, zöld bokroknál, szerelmesek. De ez a kurulja azért van előttem, hogy most is magasom, ehhez csak adom be a hangot magamnak, mert akkor van, hogy magasom kezdem, de erre hangot. És ekkor már, hogyha ezek esett az eső, minden csepje, arany volt a határa, a buzára, a minden eveteményre, nőtt a fű, nyőlt minden, akkor szerelmesek bujkáltak egymás előtt telkéren szépen, hogy keressék meg egymást, és énekkel kell. Egy erdőben, sűrűben lakom én. A babám hangját nem hallom én. Bár csak egy madár szót ide hallani, kitől a babámnak üzenni. Nem üzennék néki egyebben, vállára hajtanám fejemet, vállára hajtanám bús fejemet, hogy végasztalnám a szívemet. Bejött a június, 8-a medárt. Azt mondjuk, ha esik az eső, 40 nap esik. Azt hiszem, hogy önök tudják azt, hogy mit jelent ez a medárd 40 napos eső. Aki nem tudja, kérdezve megmondom, hogy mit jelent. Mindenki tudja, akkor jó van, ha mindenki tudja, hogy aki nem tudja, hogy mit jelent az a 40 napos eső, egy szóba megmondom, és akkor megyek tovább vele. Mindenki tudja, hogy mit jelent. Nem? A vízezőn 40 napos eső volt, akkor a Noé az arv, és ez a szentírás. Most oda nyújtam. És kérem szépen, ezt jelenti. Na most akkor, de mi jött meg 24-én? Szent Ivány. Szent Ivány jött meg, amit még nagyon-nagyon sok helyen virasszák a Szent Ivánt, erdőszélekbe kimennek, este tüzet raknak, inni, enni visznek, és úgy várja a képért, hogy Szent Iván napja jöjjön be. Míg pásztorok nem adottunk akkor, aki igazi pásztor volt és törzspásztor volt, az nem, az a nyájára vigyázott, és arra igyekszett, hogy igencsak egészséges legyen a nyája és a szaporulat. Mink is vettük be a zsákot titokban, ne lásson meg senki. Kimentünk az alá fa alá, ameddig virágzik és nem magzik, hanem össze-vissza hólyagocskák vannak a levelén, sok apró lepke van benne. Utána majd Szent Ivánkor, utána ez mind lepörgés, hatalmas, gyönyörű, szép, dús, zöld levelek kerülnek ki a fából, fáról és akár. Ezért megszedtük Szent Iván napján jó a zsákot, már a zsákba szedtünk, és megvártuk az első teli holdat, szóval holdtörtjét. Ekkor napfőkőt előtt megfüstöltük mink, a vemhés jószágjainkat, mindet, ebben a levéllel, hogy sok szaporulat legyen bő, és egészséges, mint az a levél. Rájuk olvastunk, és stb. Stb. Tovább.
No majd bejött, mi jött 29-én? Péter Pál. No ennek van egy hatalmas nagy meséje, a Noé apánk, meg a Péter Pál, mikor meghívta, vagy leha van lesz idő, még elmesélem, ebben jó kaszaktatós a mese, meg stb. Stb. Na most akkor. A Péter Pál, Péter és Pál kimentek a határba, és elnyúltak a buzára, megnézték, tele szén, egészséges, kifejlődve. Megszakította, fölhúzták a szalmát, megszakították a búzának a tövét, tovább ne kapjon nedvet, hanem érjen, te acélossasz, erősre, hogy olyan rétes legyen belőle, hogyha a újasszonyok vagy a lányok rétes csinálnak belőle, és az ajtó előtt van az asztor, kihúzhassák az udvarra, és a rétes el ne szakadjon. Mi jött ezután meg? Július. Hát igen, júliusban. Ez Jakab hava, Szent Jakabnak. Mit is csináltak itt már az aratók? Verték a kaszák, takarókot hajtottak a kaszákra, hogy minél kevesebb dolga a sallósnak legyen utána. Hát valamit nem értenek, bocsánat, belőle, egész kérdezzék, úgy nagyon szívesen feladek rája. Mert a takaró, ha gyönyörűen takarta a buzát, kevesebb dolga volt a sallósnak a kaszása után. Akkor kérem, kívékbe kötötték, fékeresztbe rakták, 19 kíve ment egy fékeresztbe. És utána megvolt a bearatás. Voltak olyan bearatások és nóták. Annak idején, amikor még beleavatkoztak a szülők, de bármi most is úgy volna, a nősülésbe, vagy a házasságba, vagy a férhez menésbe. Ottan legalábbis a pásztorlak, a pásztorlányokat vehettek el, a pásztorlegények. A 5-6 holdas gazdák, ugyanilyen legények, ugyanilyen 5-6 holdszor nősülhettek, hogy a vagyonok egyben maradjanak. De szegény pásztoroknak mi volt vagyona? Konvenció, még később fogják majd hallani szeptemberben a juhászatban. Konvenciók voltak, vagy darabszámok voltak. Ekkor volt úgy, hogy egy gazdag legén 5 hold földje volt, és gazdag volt, sok pénze volt, de nem kapott aratót. Azt mondta néki az apja, ketten fogjuk learatni a búzát, több marad nekünk. De a legénynek nem volt sallósa. Erre egy gyönyörű, szép juhászlány lakott a tanyában. Fölkérte, menjen sallósának. El is ment a lány, mint félrészes. Mert aratóknak ugye egész rész volt, és a sallósnak félrész. Majd vége volt az aratásnak, ahogy az koszorút megcsinálták, vitték be. Ekkor jóba jöttek a legényen. A nótája. Búza, búza, de szép tábla búza. Aratásra készen van a kalassza. Tiszta búzát nehéz lejaratni. De te tőled, babám, nehezebb beleválni. Látod-e, babám, meg volt az a rátás.
életek a feleséged, de nem más. De az anyád olyan büszkén mondja, hogy én a tiéd, te az enyém, úgy sem, de leszünk soha. Hogy így volt, nem tudom. De azt hiszem, hogy így volt, mert én is, ha ma nem máma születtem, tehát még hónap nem szeretnék meghalni. Hát úgy dobom, na mindegy. Elment a június. Szóltak a gépek a végébe, mindenki saját szőre szérőjébe. Füttyentettek a tüzesek, hogy adj bele, ahol a 10 méteres hosszú szél jön a cséplőket. Hajtották erősen a gépek. Mégse voltak annyi tüzek, mint most vannak. És pedig szalmával dolgoznak, ezt csak úgy belemondtam. És mi is az augusztus, nagy boldogasszony hava, és államalapító Szent Istvánunknak a nevenapja. Szent István nap előtt igyekezett minden gazda búzájából a malomba vinni, és ugyancsak kenyeret sütni Szent István napjára, amit a gazda kezdett meg, kenyeret a családjába, és mindegyiknek egy darabkát adott belőle, mint az új búzából. Hogy ugyanolyan jó termés legyen a rájövő következő évben is, mint azban az évben volt. Itt a Szent Istvánnál már akkor ének is ment vele. Augusztus 20-án. Bíbor palástos szent magyar király, imádunk téged, tekints le ránk. Sírva kérünk, felsóhajatunk, István király, segíts rajtunk. Magyarok Istene, tekints le bús népre, kék hozzád sohajtunk, ez a síralom völgyel. Szünetesd meg a nagy vérontást, a borzasztó rihazagatást. Derészd fel hazánkra a béke hajnalat. Sírva jézokogva kérjük felségedet. Vondd vissza népedtől büntető kezedet. Szünetesd meg a nagy vérontást, a borzasztó rihazagatást. Derészd fel hazánkra a béke hajnalát. Áld meg szegény magyarokat, felejtsék el bal sorsukat,
Szent István királyunk, mutass nekünk utat! Szeptemberbe érkeztünk be. Szeptember 20-a Szent Mihály napja. Szent Mihály hónapja 29-én, szeptemberben. A fél éves juhászok legjobban, a falusi juhászok, darabszámos juhászok 6 hónapra szegődtek le, és a 6 hónap, mikor letelt, szeptember 29-én, akkor mentek számba venni a juhot, minden gazdának jegyes volt a juha, és ment ki a juháért, és hajtotta haza. Lehetett tovább is, aki tovább még füzetett, hogy még tovább a 6 hónapon túl, akkor addig járt ki az a juhász, ameddig csak akarták, de volt, aki csak 6 hónapig hajtotta ki a juhát. Ilyenkor a juhásznak a jó ment dolga, nem úgy akarom mondani, hogy egyik dobra a másikra, hanem vitték neki a szalonnát, a bort, a pálinkát, és akkor adja ki mindegyiknek a saját ő lecímérezett, vagy tetovált juhát. Benne tudom, benne minden tudalok, benne itt is meg lehet borsolni akarják, az a neve, hogy fénybolytár. És akkor megindult a cifra szűr a nyakába, és ment hazafele, hajtotta azt az ürűt maga előtt. Hajtotta bizony, de hova? Ősszel ősszel, Szent Mihály nap közeledik, a juhászok a juhokat számba veszik, akinek van ürője, rajta van a csengője, hajtja, hajtja hazafele. Hajtja, hajtja, hajtogatja hazafele. Madarasi, csárda fele, a csárdába behajtja, kocsmárosnak eladja, felesége így siratja. Gyere haza, késő van ma, drága kincsen, cipra szűrös, nagy bajószó, hitves férje, mert ha soká itt leszünk, sokat elköltögetünk, égünk sem lesz, mint ránt vegyünk. A juhász most szakalapját félrevágja, subáját a csárda közepére vágja, hely, táncolj, asszony, füzetek, úgyis te rád keresek, ne mondják, hogy nem szeretlek. Bejött az október, az októberben van, kérem szépen, bizony 26-án Demeter. A Demeter, ezek akkor a konvenciós juhászok, meg a feles juhászok ekkor váltakoztak, mert nehogy az, hogy újéves, vagy április elsőjén váltkozzak, vagy újévkor, mert akkor semmi haszna nem lesz a új juhásznak.
De azért volt zömötörkol a változás és a hurcolkodás, aki ott hatta helét, vagy pedig kérem szépen megváltozta, hogy ő találtassa ki már azt a vemhes jóságot, és akkor így volt neki a legtöbb haszna meg, mert ő vigyázott akkor már a jószágra. Ekkor, kérem szépen, hurcolkodtak zömötörkor, és ekkor vették át a új juhászok a juhokat. Igen. De a kondások legnagyobb örömök volt a kondásoknak. Tudja mindenki, hogy ez kanászok, így mondom meg. Mert megpattogott a mag, és hullott a mag rakásra. Hú, ment a disznó a mag után, hízott rajta a barna, de mégse hízott meg. Hé, örült! Mi is annak a nótája? Így van valahogy, mindjárt. Igen. Felment a kundos a falra, magot rázott le a lója. Utó barna híza rajta, majd levág a kundos balta. A kundosok ment bocskorba, valakoná cedés nyója. Cedés nyóba zacskó pipa, kezében a kundás balta. Valán van a cifra bunda, gyere babám be a lója. Minek? Mert nem hízott még meg a barna, vacsoránk a disznó farka. Nem hízott még meg a barna, vacsoránk a disznó farka. Az lesz a vacsora. Eljött november. November Katalin 25-én. Ha Katalin kopog karácson locsok, ha karácson, Katalin locsok karácson kopog. Mi is hozzá ezt ilyen forgásba? Az csak úgy van, hogy mikor van a teli hord. Mert hogyha karácsonra van teli hord, akkor Katalinkor üres nap meg ilyen, akkor locsok. Ha meg pedig bizony, ha fordítva van, hogy a Katalinkon van teli hold, akkor bizony karácson locsok nagyon, mert akkor van üres nap. Ez így változik ez át, és stb. Ez a november. De hát a pásztorok mit csináltak ekkor? A pásztorok aztán kérem szépen, a palusi pásztorok, mint jó, meg amis még kérem szépen palusi voltam. Ekkor elmentünk az erdőkre, megszedtük úgynevezett vesszőköt. A nálunk Nógrád megyébe arra ipolt meg azután kérem szépen abba az erdőkbe, rengeteg sokat. Vörös gyűrű, azt szerettük használni aprilszentekként, mert ez is majd a vallásot meg fogja hallani majd a decemberben. És az a helyzet, ezt megszedte az ember, és akkor annyi párt vett, a hány háztól járt ki disznó, birka, kecske, tehén vagy ló, annyi házat, amennyi ház annyi párt kellett csinálni. Ez Parasony bőtjén, december 24-én kellett széthordani a faluba. Na most ezt megfogta, mikor hazavitte azt a sok vesző, de puszolatlanul, hogy gallak minden, csak három gallat lehetett rajta hallani, hagyni. És földobta az ólek tetejére, vagy a hodály tetejére, annak ott kellett lenni, mert ma most a sok babona lesz, amit tartottunk kismelyé. Ez volt novemberben, eljött december.
December 6-a Miklós. Hát, az csak Miklós. 13-a Luca. Hopp, ez ma komolyabb. Aki nagyon jó pásztor akart lenni, bizony ennek a Luca széket meg kellett csinálni 9 fajtapából, egészen Lucától minden nap köllött rajta csinálni, valamint egész Krisztus születés első napjáig is fél például izéig, a karácsony bőtjeig. Most mondom, ezt kitérek belőle, mert csak mi nálunk, én katolikus vagyok, csak mi nálunk katolikusoknál van éjféli mise, úgyhogy ha evangélikus falukot szolgáltunk, akkor egész másik körülött megfordítani a karácsonyt, mert ott este ünnepeltük azt, amit a katolikusoknál éjfélkor. Szóval ilyen, szóval úgy átlétünk, szóval át verset változtattunk így bele. Na akkor aztán akkor a Lucakor, bizonyáról pláne lányok voltak sok, az asztal telerektok, fogyóval, amit a libaokról lekoppasztottak, az a kosztunkat kiszedjék, tudják, mert a kosztunka mindenki, ugye? Nem. Ezért mondom, hogy vigyázzon, ezzel kérdezzék meg, van libatollút ösmerik. Libatollút tetszik ösmerni. Meg kell foszta, megfoly tetej, innen leveszi, meg innen, és ami marad, ez kosztunka, azt meg ledobja. Ebből aztán ezt ki lehet oda, és akit nem tudom, én nem szeret azt a nőt, vagy elakadja, ne, hagyjuk ezt volna. De most ezt ma elfolytatom, tovább már megfelelő. De a mink pásztorok akkor azt elővettük a veszőköt, Luca napján meg kellett puszolni. Szépen 1 méter 20 centi hosszú, 3 gallat rajta hagyni, 25 párt egy zsúgósba, és azt szépen fűzve gósba szépen becsavartuk két felét, és aztán mindegyikre 25 párt. Közben, amikor puszolta az ember azt a vesszőt, rakosgatta le, de ez 25, ez is 25. Közben, hogy ne aludjanak el, mert ők is énekelgettek, az asszonyok, meg a lányokat fosztottak a tollút, meg azután halt az ember is, meg egy kis borocskot még akkor, miért is lenyeligettem, szerettem a vörös bort egy kicsikét. Abba köszönöm. És akkor... Nosza, Margit, szép gazdasszony, kelj föl az ágyadból, a szolgáló leányodat kelj föl az almából. Sihessetek túros, vákos, szilvás rétes sütni, hogyha velem Betlehembe el akartok jönni. És így pucogatt az emberet. Akkor azt, amikor megvolt, minden volt szépen gúzsolva, akkor aztán betette az ágy végébe a feje mögé mind a búcsot, annak ott kellett lenni december 24-ig. December 24-én először is az asztal, szent asztal, a szent vacsorához fölkészítette a feleségével az ember engyel. Alóra ment, kérem szépen, szakajtó, szakajtóba kukorica, annak a tetejére széna. Na most akkor alá mentek a kolompok, a csengők, a favalgató balta, ami nagyon fontos volt, a juhászbot. Pásztorok, akik kondások voltak, én nem az volt, én juhász volt, azok még ostorral asztalnak a négy lábát össze is kötötték, a négy lábát, akkor alátették a gürdöt, meg aztán stb., meg aztán ilyenek az asztal kalájam. Majd, akinek volt dudája, azt is alhat, azt én alátettem, mert ez ördög muzsika, hogy a szemez, a Plutónak a kisfia, a szemez ördög, örd szól a Plutónak a fia, azért nem szabad mondani, a szemez az eső, mert ez a Plutónak a fiának volt a kis ördögnek a neve, hogy szemez. No, ne menjen fel a szent asztalhoz, ahol majd vasorál, jasszon ott lent menjen Dudába, mert ha ebben most is van kis ördög, nem hiszik el. Én meg most azt hiszem, hogy benne van.
Persze, hogy benne. Mondom, hogy benne van. Bárhol ne, hogy azt mondta, hogy ne bántsam. Azt mondta mostan. És utána az asztalra ment fel. Egy asztalterítő, arra ment buza elterítve. Arra buzára ment egy másik terítő. Akkor a másik terítőre ráment mér, szentustya, fokhagyma, alma, dió, kérem szépen, és akkor kenyér, vörösbor, pálinka, és így kérem szépen több-több-több ment be föl az asztalra, és ez szépen le volt takarva. És aztán előző, ha nem volt szükség az előző évi karácsonyi morzsára, hogy nem indult meg a jószág vetélni, vagy kérem nem akart ivarzani, vagy valami körülött indítani a jószágot, és össze körülött fogni, hogy egyszerre ivarozzon, hogy egyszerre eljön, egyszerre legyen, egyszerre válasszon az ember, egyszerre tudjon fejni, ne rabunkni. Mert az volt, hogy kérem 6-7 kosarisztés, kérem szépen, akkor 150 nap hordatás, a 6-7 elletés, kérem szépen, akkor aztán 12 hét szoktatás, 90 nap fejés, és utána megint tovább, hogy ez meglegyen és szorosan. Ha már, akkor azt is föltette az asztalra, karácsonyi morzsaként. Erre letakarta, és ahogy letakarta, így elég sok baj volt akkor a szegény asszonynak, mert sok volt a munkája, és akkor elindult, vette az ember a gúst, a hónálás, amikor felkészítette, mondta a feleség az embernek, oda tette a favalgatóba, tart az asztal alól a küszöbre. Tetszik is, mert a küszöb, akkor nem így voltak, hanem fajtók, fakilincsek voltak, és aztán csak ilyen, szóval, hogy a gatyamadzag volt a húzója, no, Isten bizony, ilyen, nekünk még ilyen ajtók volt. Meghúzta az ember a madzagot, a kilincs felemelkedett az a fakilincs. Ugye lefelé ilyen lakásban laktam még, ott bizony a 20-as években, meg stb. No, folytatom, mert kitérek, akkor nem hagy. És akkor átett az ember az egyik lábát a küszöbön, a másik bent maradt. Szaleával befelé fordított az első gúrsot, és 9 aprót lecapott a partóval az égiből, hogy az egészség, és kérem szépen a jóság, a nyugodtság, és az mind befelé menjenek az a part. Neki felé, hanem befelé, az a szobába és a házba. A békesség és minden. Ezzel megint volt. Ezzel megint minden házhoz be kellett kopogtatni, hogyha 100 ház volt, Nógrádsápan, hogy voltam, 116 ház volt. De ottan 5000 darab jószág volt a kezem alatt. No, ennyiszer kellett egy ezzel elmondani. Hát úgy mondom el most, nem úgy, mint a katolikusoknál mondom el, vannak maguk ezek katolikusok? Vannak, akkor elmondom katolikusosan is, meg elmondom, hogy mit adtam ki a katolikusoknál a evangélikus faluban. Mert én evangélikus faluban születtem, és evangélikus faluban voltam, legénykedtem. Bodomba születtem, Bankon meg legénykedtem, de szóval nagyon szerettem járni ott, mert leventék, hát tudjuk, mi az a leventék. Voltunk, mikor megvolt a vasárnapi gyakorlat, akkor menetoszlóba körülött a templomba egyenesen bemenni, én szóval lejártunk, és szóval szerettem nagyon a templom. Minden. Akkor bekopogtatott, és akkor így köszönt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szerencsés jó napot kívánok. De ha evangélikus lesz, azt mondom, szerencsés jó napot kívánok, itt ezt köszöntem. Nos, nekik, dicsértessék a Jézus Krisztus, szerencsés jó napot kívánok. Erőt, egészséget, borbúzát, békességet, holtunk után lélek üdvösséget. Adjunk hálát a fölséges Úristennek, hogy meghagyja élni ezt a holnapi napot,
mint Krisztus Urunknak a szent születése napját. Nem búval bánattal, hanem víg örömnapokkal. Áldja meg az Isten szántóvető földjeinket bőáldással, udvarbéri barmainkat szaporodásával, e házi családot friss jó egészséggel értesse jó Isten többszámos esztendőkben. Kedves gazdám és kedves gazdasszonyom, ez alatt a kis idő alatt valamelyiket a házi családba megsértettem szóval, bocsássák meg nékem, Krisztusunk kínszenvedésére, boldogságot szűzmárja hét fájdalmára. Az volt a szólásom, dicsértessék a Jézus Krisztus, szerencsés jó napot kívánok, és boldog karácsony ünnepeket. Már elő volt készítve a pár vessző, egy maroknyira. Azt nem volt megfogni, nem volt szabad megfogni a gazdasszonynak, vagy a kötényébe, vagy a kenyérruhába. És akkor kihúzni, és háromszor a ruhához, vagy a szűrhöz érintette, ilyenkor azt mondta az ember, Uram, bocsáss bűnöm, hogy nem tudja, mit cselekszik. Mert ez mind oda, mert hogyha apró szentek, tudjuk, mi azok apró szentek, ugye? Az, akit a Heródes éri, és akkor az, hogy apró szentek hordása, és a többi. No, erre aztán, ugye odaadták egy ajándékot, valami akarták, és a többi, de odakint a bolytárok várták, és ment minden házhoz. Ezt a 112, az nem lehetett, hogy megiszok egy fél decit, vagy egy poharból, mert ezt a nép megkövetelte, hogy ez szép. No, és az evangélikusoknál lemaradt, elszámolt szerencsés jó napot kívánok, és azután, hogy kedves gazdasszonyom, ez a kis idő alatt, ha valami megszörtettem, szóval bocsássák meg nékem, és akkor ebbe abba hagyta. És így, és utána a szerencsés jó nap, boldog karácsony ünnepeket. És aztán ugye akkor itten este kellett a templomhoz menni fújni, a evangélikusnak, vagy a nálunk meg. Na most akkor, mikor az ember hazaért, ma saját, bizom ki volt merő, ki voltam merőve, mert hát ő saját haza ott a saját családomat köszöntöttem, és ott akkor megtartottam a szent vasorát, és utána kérem szépen, akkor aztán hát ugye mindegyik, ottan nem volt annyi ennivaló, csak egy kis káposztaleves volt, hogy senki ne egyen ennyit, meg azután kérem szépen nem volt más, csak éppen egy pár szám barát fülöve, de neki hogy hívja, és túróval és mákkal semmi mással, de csak keveske. Majd a Krisztus születés, vagy épülése után, akkor van, akkor meg volt szülve az angyali kolbász, ahogy mondjuk, akkor azt lehetett, hogy hölje és sári, hopp sári. És akkor addig. Na most akkor itt a pap is megkövetelte, hogy 11-kor végig a palun, fújni, a juhászok a csengőket vitték, a bolytárok, vagy a dudót, én szerettem dudóval menni, majd lefagyott az ujjam rajta. És akkor a kanászok meg gürdött, meg aztán a bolytórak, ezt a karikások volt, és egész ilyen csitájt a paluba, úgy gyújtottak a lámpát, petróleumnak, úgy gyújtottak végig a lámpákat, és ahogy mentek, akkor aztán 10:30-kor újból, majd aztán már 12-kor beharangszóra, már csak a falu közepén is ment az ember be a templomba egész. És volt úgy, hogy ahogy jöttek ki, akkor az ember azt akkor szépen neki kezdett dudálni, ilyen énekek, karácsony énekeket már nagyon szépen mennek, és hogy jöttek el a sok nép, az úgy énekelte, azt akkor összeadul, amit még most is csinálok, amit tavaly is úgy, hogy megfalasztam úgy Egerbe, mert december 18-án be kellett mennem, Osztorosiba kellett egy óra, ilyen karácsony énekeket, az ott van a Ferencességében, ott meg jó, nagyon hideg volt és élőadás volt. És ottan nagyon kellett vigyázni, rengeteg volt sok a nép, és az a zsegede hideg levegő annyira átjált a torkomat, hogy bizony majd két hónapig elég bírtam rendbe hozni, no nem is erről. Majd akkor, mikor ez aztán megvolt, ez a vacsora, utána szerkeztük szépen az éneket. Még akkor volt ilyen imakönyv, Orrukon a virág. Ilyen könyvek volt, és ebben 27 karácsonyi énekek voltak. És akkor
szépen elkezdte az ember énekelgetni. Egész 11 óra, egész 11 órakor ott vett, ott csak sitát csinálni a faluba, és azután a szóval ezt meg is köszönték a népeknek, stb. Stb. És így ment el szépen a 12 hónap a pásztor élettel. Köszönöm, hogy meghallgatta a kezdet. Hát az egész. És aztán megy egy mese. Hújó, annyi az időm, olyan gazdag vagyok az időbe. Na így szólok itt a havazi asszonynak, ha elfogyatja. Mert forrónak kell lenni, mert most kb. Nem tudok. Ma mindjárt más a hangom, ha csak nyelek egy picit, mert a bolyt olyan. Na most akkor mindjárt egy karácsonyi éneket kérem szépen. Meldiket is várjunk, csak Meldiket is énekeljem el, hogy mind a két jönnek. Mindjárt. Megvan. De Betlehemnek majorjában pásztorok vigyázatában nagy öröm hirdetteti, mert a barmok pajtájában ökör Szamária szolában üdvözítő születi. Ó, Szent József, mit gondoltál, hogy istálót választottál ma puszta térségben. Szállj be hozzánk Márióval, született kis Jézuskával, lakjatok mi szívünkbe, hogy mi is az angyalokkal, az udvarló pásztorokkal dicséretet mondhassuk. Régen várt messiásunknál, ami kicsi Jézuskánknak dicsőség kiadhassuk. A sokból egyet elénekeltem, aztán kidolgok egyet.
akkor jó a duda, a röppentyű, így meg tud szólalni, mert ebben van egy röppentyű. Mindenki tudja, mi szól ebbe a dudába? Bemutassa? Nagyon szívesen. A duda nem más, ez azért van rajta, úgy hívjuk, hogy duda vagy sem. Mert ez 6 hónapos volt ez a geda, mikor levágtam, és ha amikor kikészítettem a bőrit, ha úgy hattam, úgy kötöttem volna fel, akkor 2-3 hét múlva ilyen egész gömbölű lett volna, és így kinyúlt volna, mert gyönge. Mert csak 2 éven fölülik, az jó, az nem nyúlik, mert kicsikék. De így a rallágyal emberi kell még, olyan, annyira úgy, hogy addig tagulhat, ameddig ez engedi. Nem az 5. éve folyamat. Na ez olyan, hogy ez egy dudafej, itten ilyen dudafej, ezt az ördögök találtól kiadtad, nem nagyon sokat akarok beszélni, és innen is be van forva, itt egy szűrő van benne, itt van, melegen vagy, mégis mentem. Itt van 2 síp, ez kérem szépen rész, és rajta az a picikek is nádak vannak, hát azok elég drágák. Párja 800 forint, ennek a picikek is valaminek most nem egy bozzasi. Most akkor itt van, ez kontra, ez csak egy lyukkal rendelkezik itten, és ez még mégis a pipka, amivel még messzebb, hosszabbra adjuk, ha mélyebbre kell beállítani, mély viassza. Hangolja az ember, ez vagy kiemel, ez azért van itten, hogy ember vagy fölemeli a viaszt, vagy leszorítja az ember. Ugyanígy itt is viasztal hangolja a dallamokat. Itt van a dallamot, ha számolom, 1, 2, 3, 4, 5 dallam van csak benne, de be lehet a dallamba venni a mérlésérni a kontrát is, vagy itt van hátul egy rikkantó, amit hallanak benne, mondjuk csiki, 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 mert amit énekeltem, ahogy felment a kondas, mert ez dudanóta, az, hogy felment a kondas a falra, és ezt olyan viccesen lehet dudálni, hogy egy kucu, kucu, hízó, rejtálna, és ne bálja a kundalba! Na kérem szépen! Na most itt van egy picit, csak tűn megy ebbe bele, ebbe a kis lukba, itt a picikébe, de ez egyenlő, át lehet innen szúrni a rikkantóra, ez a díszít, ha figyeli, akkor ezen jár a díszítek, ezen jár, mert a díszítés, ez meg sipok, ez meg jár rajta. Ha így belefújok egybe, akkor, mikor iskolában, meg pláne oldalban, rengeteg iskolában jár, meg a tanulóban, szóval főiskolákra szeretek járni, mert ott annyira, szóval ott írnak mindent, és stb. És nagyon érzek le főiskolásokat elejét. Na, ott meg kell figyelmeztetni talán kicsiket, hogy ide nézzetek, mert most fújok be, mert elsírják magukat, nem? Ugye az ember, ez a hangja így néki, ez a sír. Na most akkor, itt van ez, úgy hívjuk, hogy bordó, ebben már bozzasíp van, ebben egy bozzasíp van, ez állandóan egy hangon szól, de ennek ugyanúgy kell szólni, mint itt a kettőnek, mert ugye azzal csak egy hangot hallanak, mikor fújom, csak a billegtetik, akkor lesz. Ennek pedig az hangolása vagy a széthúzás, vagy a összetol. Ha húzom, szétmélyítem, ha összefelé tolom, akkor kérem szépen, hát magasodik a hang benne. Na most, itt van egy klipács, innentől a szopókával itt a beszélőzővász, itt a klipács, de itt innentől idajban beállítva. Többen rákérdeznek, hogy miért van ez így? Hát miért nem lehet az ide, itten megkötni? Itt, ugye? Mert ugye itt még beváltás. Nem. Mert akkor nem bírnom föl, nem bírna az ember föl, nem bírna a dudat fölfújni, a dudat felszalanna a szája az ember. De innen, ugye végig van ide. Most ezen itt van a szokó, egy röppentyű. Mostan ezt a leveg hozzá. Most akarattal hozom működésbe, figyeljenek ide, most akarattal.
Na, és most, ha bent van a dudába, itten, itt, akkor a levegő hozza működésbe. Én kifújom, és kinyílik, de ha mikor már nem fújok, ez rögtön rászal az levegő, és rögtön lezárja. És így, és azért kapja azt a te hangot, hogy... Most figyeljék, mert most itt van szó két sír, és ennek pont úgy kell szólni, és hogy egy hangot fognak hallani csak. Figyeljék! Akkor jó, de hogyha példának okáért, ilyenkor jó a röppentyű, mert nagyon jó. Most te elrontom. Na most át fogom rontani. Jó? Dehogy jó! Hát nem jó! Pusztána, rogra terem a piszván, a megyfa, de minden ágam ketté van, csaj három van, hely, igaz színű szeret, az is az dolom magam. Amiben az van, kérem szépen, hogy a, most utolja az utolsón, az a marha. Nem jön erről marháról esélybe semmi? Sok minden eszembe jön. Milyen kényen jönnek a szébe? Na, minden mondom. Az, kérem szépen, esik a kacárnya falára. Ezt tudjátok nóta? Nem? Akkor nem voltatok meg. Akkor nem mondtam, hogy lehet a nóta. Mert ebben van az, hogy kérem szépen, hogy van az a nóta. Mert előbb azt mondja, hogy kér, süvít a tér végig az udvarába. Sajnos én nekem citált 4,5 év a katonaságban. Én jóra szoktam, mert 40-ben örök voltam, 45-ben szabadultam meg. Esik a kacárnya falára. Sivít a tér végig az udvarába, sivít a tér végig az udvarába, nem találok rája, sötét éjszakába, ja, babábra. Most katonaosan fogom énekelni. Oké, ez a barna kislány, kisírta már mind a két szemét. Egy, kettő, röpülő! Akkor tudja, mit körülök csinálni? A pokolyán sarhoz ne körülök felkülni. De ember nem köszönő a puszolt, landul. Na, kérem. Ez a barna kislány, kisírta már mind a két szemét. Sajnálja jár, régen volt szeretője. Úgy sajnálja, hogy ráborul a gyönge balara, ja marha. Szíve boldogsága, katona babája, szidája. Na, egy kis azért mondhat, valahogy állom, kimenjen a szemből most. Na, kérem szépen. Mit mondtam, mit fog csinálni? Na, akkor mostan előre is
amit mondtam Szent Péter, Szent Pál és a Noé apánkot elmesélem. Hát jó lesz, akinek jó, akinek nem hat. Na mindegy, leírjuk. Na akkor, annak idején, mikor a víz az a 40. napra, és a hetteteit kérem szépen föl, a barka fölment a hetteteire, ott halakadt. De én, ha itt elkezdtem, azt se tudom, hogy mi, azt se tudja, hogy miről akarok beszélni. Mindjárt most megmondom az a közepit, hogy tudja, hogy miről beszélek. Noé apánknak az Isten megparancsolta, hogy minden állatfajból, mindenből vigyen be egy fajt, burrából, mindenből ne kelljen neki még egyszer teremteni. De a Noé meg nagyon szerette az ürgehúst. Tudja, hogy mi az az ürge? Na, határba talán ma nincs is. Na, mert a méreg megette ma azokat is. A méreg az a gyomírtó. Na most, ezt lopva, egy part bevitte a barkába. Bevitte a barkába, hát akkor kérem szépen, mikor fölakadta a hegytetein a barka, mindenki jött a zsidóktól kezdve, oroszlányig, a orosztól kezdve, a kérem a tigrisig, a vadgalambig, a matyos madar, minden, meg a szajkóig, egy madar az. Kettő, ugye? A szajkó meg a ma... Ugyanaz. Ja, aztán minden, aztán jötték észre. Na, akkor azt kérem szépen, mögött, de még a novelkésig, megmondta a homokos oldalban, nova beszélt, rögtön. A ürgék kiszaladtak, mind a kettő, befúrtak a földbe, szaporodtak az ürgék is, meg aztán a szőlőt. Olyan gazdag lett a Noé apánk a szőlőbe, hogy ma három fajta szőle is volt. Volt neki kérem Nova, volt neki kérem Otello, meg azután volt Elvira is ma neki. Hó, de nem gazdag volt. Na, jó ment a sora, fogdost az ürgéket, jó, kérem szépen, ott fog hagyma azt a őköt, a nyásra, ropogtatta csonttal együtt, itt utána azt a jó borokot, amit csinál. Egyszer meggondolja magába, na, én meghívom Szent Pétert és Szent Pált egy vendégségre. Ha ők felszakítottak a búzaunat a kövét, ahogy jó kenyér van, én nekem jó borom, hadd jöjjenek, hadd bolassanak. Meg is hívta, el is ment Szent Péter, Szent Pál is oda. Jól megsütötte, vagy 40 darab ürgét fogott, hogy lakjanak jó, de jól megsózta. De innyi nem adott nekik semmit. Megsütötte nyarson, olajba tette, de akkor filkos orral. Tudjak, mi ez a filkos or? Füles orr. Mi? Na most Pekka, megették, szomjasak voltak, nagyon szomjasak. Noé apánk, mondjátok gyerekeim, nagy szakolla volt neki, nagy haja. Olyan szomjasak vagyunk ez ürgehús után, de nagyon jó volt. Mondjátok, hogy Noé apánknak nagyon jó bora van. Van édes gyerekeim, három fajta. A Nova, a Novából istok. Nem tudtok kimenni az ajtón. Ha Otellóból istok, kinyílik a szemetek. Ha Elvirából istok, gyönyörűen fogtok énekelni és mulatni. Jaj, megörült, kérem szépen, no, a Szent Péter is, Szent Pál is. Erre. Mit hozzak? Hát akkor hozzon a Novából. Fölvitt egy kancsóval nekit. Hogy fölvitt, bevágtok, kiküldött volna, amikor megittok. Mert jó esett arra a sósürge húsa. Tapogat, mit tapogattok gyerekem? Mert ki kellene menni? Ugye mondtam, hogy nem fogtok a Novától kimenni. Vágyatok, hozok az Otellóból. Fölvitt az Otellóból. Ittak belőle egy-egy bögré, kinyílt a szemek. Kimentek.
ahol kimentek, de ma úgy szép, hogy csak felolta. Kimentek, és ahogy kimentek, elvégezték a dolgokat, beszélnek ott, ide hallgass, Péter, mondja, Szent Paul Péternek. Most akkor a Ervirából hozatunk vele, és jót mondatunk most, az úgy megyünk vissza a mennyországba. Jó van, azt mondja. Elmennek be. No, japok, most egy jót mulatnak. Érez, gyerekem, mulathattok. És mindjárt. Lemegy fölhoz egy nagy kancsóval nékik az Elvirából. Alnak ottan szépen sorban, mint a kettő. Megisnak egy-egy bögrével belőle. Ránéznek egymásra, ilyen. Szorítják a lábokat. Így, szorítják a lábokat. Egyszer elkezdem. Ments meg, Uram, minket az ilyen csingértő, ettől a kegyetlen erős hasmenéstől. Én meg örülni. Összekaptam lábam, demon akkor késő, füttyentett az ürge, a nadrág zsebendő. Istenem, mi történt? Aló is ment fölül. Kicsit megcsinálja a kifelé a tutat. Szépen, mint most a fiatal lányok járnak, húzzak magukatoknak a nadrágot, ők úgy húztak magukatoknak. Erre visszamennek, ne szomorúljan. No, japon, mindent megértünk, szekasznek, hogy háromfajta borcú, háromféleképpen dolgozott a gyomrunk, mi ennek az oka? Megmondom én nektek, gyerekeim. Alacsony a pincéd. Jeruzsálem nem fér be a pincébe. Figyeljünk meg, utolj, kérdezzék meg, amit most nem értenek meg. Így kintprésültem az udvaron. Mikor a navát présültem, faj, húsz sütött a nap, nagyon meleg volt. Hát én nem láttatok tőle. Mikor a hotellót présültem, lájhogott az eső. Azért nyílt ki tőle a szemetek. Mikor a Ervirát présültem, felhőszakadás volt, azért szaladt az ürgen a drágba. Mi volt a borabája? Embereket kérdezem, bornak baja. Mi volt a baja? Elmondtam. Na? Tessék. Utána folytatom. Miért volt a bor, szóval mi volt, milyen bajok volt a bornak, mi volt a baj a bornak, mind a három fajta bornak. Elmondtam. Na? Senki nem szereti a bort itten. Húha. Na mi? Nem kérdezik meg, hogy mi az a Jeruzsálem, ugye? Mi? Mi az? Nem most van át, mert most van akkor, mert pisprés is van, de még a gyarmatra elmennek, vagy Budapest is meg lehet még itt is nézni. Ott van kérem szépen a 4 méteres röngfa, ott, és akkor ilyen nagy sohú hordózta körülszögelve, és a hasidékok rajta, és olyan, ami az, olyan méteres fa, az lánca felszerelve, az meg ott áll a 4 méteres römpa, meg ott volt lánca. Ahogy elisztették ott a láncot, az ugye az eriszkedett rá, és erre, ó, ez a prés olyan, mint a Jeruzsálem. Azért a Jeruzsálem nem fért be, szóval nem fért be a pincéibe a prés, no, mert abban présült még. No, azért ezt Jeruzsálemnek hívjuk azt, mert valaki a gyarmatban is ott van. Na most akkor, figyeljék! Mikor a navat présültem, nagyon sütött a nap. Azért nem láttatok kimenni. Mikor az otellót présültem, lajhogott az eső. Azért nyílt ki a szemetek. Mikor az Ervirát présültem,
Felhőzheted a sót, azért postatok be tőle, na? Mi volt a baj? Ugye nem, ha én nem, teké? Nem, senki. Édes jó Istenem, hát vizes volt a bor? Hát vizes volt a bor? A Novában nem esett bele az eső, mert kint préső. A Otellóban ma esett bele, azért gyöngyébb volt. A Elvirában meg felhőzhet, több volt a víz, mint a bor, ezért. Hát borívó emberek, én magam kapcsolom. Így van, így. Na, azt mondja, hogy fölmennek a Mennyországba, és hogy fölmentek a Mennyországba, panaszt tesznek a jó Istennek, hogy hogy jártak lent a térem a Nójapanknál a földön. Hogy? Ilyen bora van Nóénak? Ilyen. Hát, hogy Isten vagyok, mégse tudok-e felül? Na majd én kivallatom a Nóét, hogy hát mi baj van. Ébrehó. Jó. Noé a Istenem mondja, Noé fiam, Noé. Kastaljuk meg, hogy a bogyójúj. Noé mondja, mert megöregettem, ilyen bogyót még sohasem ettem. Isten mondja, Noé, fiam, Noé, kóstoljuk meg, hogy az új bor jöjj. Noé mondja, hely, de iszom reggel óta, gyere, pajtas van még a hordóba. Baletegette Isten. De Isten mondja, Noé, fiam, Noé, kóstoljuk meg, hogy az óbor jól. Hey! Noé mondja, háj, kyuháj, sári, hey! Ettől fogunk három Istent látni. Na most akkor, mit csináljak még, mire kép? Mit akarnak még tőlem hallani? Kérdezzenek, amit akarnak a pillanatra, és valami, és iszalnak kérem szépen, hogy gondolkozok olyan, nem disznóságot, hanem valami mesét, mit is mondjak, milyen mesét, ami nem nagyon zsíros. Mert én tudok sok zsíros mesét is, mulattam tájkoros meséket is, meg minden télofajta mesét, de jobb szeretnék egy valamit, olyat, vagy énekeljek, vagy mit csináljak? Meséljek. Na miért is meséljek? Vannak itt nekem mesék, de minden előadni gondolkozok rajtok még. Jaj, hosszú, akkor amiben nem sokat lehetne, egy dudas mesterek. Valamikor régen-régen a dudások, a juhászok, meg stb. Nem úgy dudaltak, mint én. Fölfújt a dudát, felakasztott a falra, én meg táncolt a menyecskékkel. A duda egyedül maga szól. Én nem tudok, még se kutya fújom, nekem csak a röppentyű morog benne, ha hosszú anyúlok. Volt egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép juhászlegény. Olyan volt, talonkázat is fogtam, tudja fele, nem tudom, nem emlékszek rá. Gyönyörű, szép dudát csináltatott, de olyan dudát, hogy olyan még nem volt senkinek. Na jó van. De hiába hordta magával a dudát,
Nem tudott megtanulni Dudán. Mérges volt, dühös volt, azt mondta, hogy összevagdossa Dudát. Ahogy sétált a juhok mellett, egyszer látja, egy gyönyörű, szép barna lány, jön vele szembe, ahogy ott a juhok mellett sétál. Oda köszön. Jó napot, te juhász legi. Jó napot. Miért vagy olyan mérges? Hogy ne volnak mérges, a gyönyörű, szép lány? Itt ez egy gyönyörű Duda. Nem tudok megtanulni Dudán. Nem tudsz megtanulni Dudán. Nem, minden tudannak, még magamot is. Csak tudnak Dudán. Így mondja. Jó Dudás akarsz lenni? Milyen? Amit a többet földobja falra, vagy ahogy ala ott is szól. Meg a személy dombon is. Egyedül mag. Ő meg táncol. Én megmondom, hogy hogy lesz ő jó Dudás, de akkor meg kell tagadnod az Istent. A jó Istenre többet rá nem gondolhatsz és nem imádkozhatsz. Templomban nem járhatsz. Megcsinálod? Én mindent megcsinálok, csak jó Dudás legyek. Na jó van, erre ide figyelj akkor, mondja neki. Annyit mondok meg neked, hogy szerezzél 9 fajta fát, de nehogy valaki ott ezt tehát megcsinálja. Mert aztán le fognak dudálni engem, mert nem fogok mondani. És Lusza napjától, karácsony bőtjei, ez 24-e, minden nap csinálja a kis széket, és minden nap csinálja rajta valamit. Csak december 24-én fejezd be. Eredj ki az erdőre. Vágjál le olyan csipkevesszőt, ami abba az évben ügyezett ki, és megnőtt, hogy egy hatalmas karikát össze tudsz belőle hajtani. Szerezd olyan kötelből darabot, amire ember ma fölakaszkodott. És azt szépen abban kört össze. Majd karácsony estéjén, vedd a Dudát a nyakadba, a küszőket a hónad alá, a vesszőt ugyancsak, a csipkevesszőt újból, csak eredj ki a keresztútra. De olyan keresztútra, ami pontosan keresztezik, az út. A közepén tedd a csipkevesszőt, pont éjfél legyen. Abba a csipkevesszőbe tedd be a kis széket, ülj rá, és vedd magad elé a Dudát. De arra vigyázz, mert ott neked fognak szaladni szilajbikák, vatkanok, szarvasok. Ne ugorj ki, mert abba a pillanatban meghalsz. De a kis széke, a ülsz és a csipkevesszőn belül nincs hatalmak. Megcsinálod? Meg! Neki fogott a juhász legény. Ne Dudával semmi, mert jókkal se terüldött ki. Csak dolgozott minden nap, egy kicsit csináltak a kis széken. De így is kell csinálni, ahogy mondom. Na most akkor kérem, hogy besukta a juhokot, karácsony bőti estén. Vezél valva ki a keresztútra, leült, nem hall sem. Ha ott van, azt mondja, hogy gondolja magába, fölveszi ezt a tesszükkör, elmegy haza, úgy se jó elesse. Erre hall valami bőgést, ordítást, leült vissza ott. Látja, hogy egy hatalmas bika szalad feléje, orrán, száján, szemiből a láng, a tűz, trecsok ki. Ma majdnem kiugrott, ahogy odaért elejbe, de a bika lestoppolt. Megszólal a bika. Te jó az meg, én mit keresel te itt? Jó Dudás akarok lenni. Nem leszel jó Dudás, elíts haza innen, mert megöllek. Jó Dudás akarok lenni. Körül szalad rajta. Őszörezkedett csak, őszörezkedett, gondolom, hogy úgy őszörezkedett, és akkor látta, hogy nem ugrik ki, elment. Hol a
tartozott magába, hall, ahogy ez elment. Én el is megyek haza, mert hozzá még visszajön. Nem ő ment vissza, hanem egy hatalmas, meg méteres agyarai voltak egy vatkannak, egy méteresnek. Szalad oda, sajtékozik, kögyetlenül, megáll. Hinta vele méteres agyarral, kiveszlek onnan, ha nem mész ki egyedül magad. Nem megyek én, mert én jó dudás akarok lenni. Csapkozott a kandátba, hanem csipkeveszőn belül nem volt neki hatalma. Elment az is. Utoljára egy hatalmas, megsebzett szilájs szarvas bikamén. Annak is tűzláng megy az orrán. Már nasza gondolta, ez ma kivesz onnan a hosszú nagy szarvaival. Odaér, mondja. Mit keresem? Jó tudás akarok lenni. De erejben kiemellek onnan és megöllek, de te magad kijössz, akkor élve hazamehetsz. Nem. Jó tudás akarok lenni. Elment akkor a szarvas onnan. Rá volt, mondta neki a lány, hogy onnan ő fölnekeljen, addig még a kakas meg nem szólal. Mikor a kakas megszólal, akkor kelhet föl, és utána ma nem lesz hatalma senkinek, hogy őtek megancsák. Ül ottan, pár perc múlva, jön kérem egy öregebb ördög, kis szarvakkal, meg két fiatalabb. Jön, odaér. Na hát akkor, te jó legyen, jó tudás akarsz lenni? Én az akarok lenni. De meg kell tagadnod az Istent. Azt mondja, megtagadom. De, hogyha egyszer is elmész a templomba, akkor mi megnyúzunk. Élve. Nem megyek és rendben van, jó tudás leszel. Így mondja. Jó tudás leszel, de már most a mennyországban nem mehetsz, hanem a bőrödöt, a bőröd a miénk, ha meghalsz, mint megnyúzunk téged, mert a bőrödre szükségünk van. De ma most csak ezt csinálhatod, amit mit mondtunk. Ha ebből kitérsz, azonnal meg fogunk nyúzni élve. De ha nem, akkor csak a meghalsz utána nyúzunk. Megfogadta. Eljött a kakas, hőj, kukorékol a kakas. Föl a nyakába tesz a csipkevesző, hónál a kis széket, duda vállal megy. Eléred a labra, hű, fölfújja a duda. Én megkérdezett, gondolja, hogy most fog erre duda szólni. Fölfújja, megszólal a duda, leveszelik, mi jobbnál jobb nótákat, egész hazaig a duda vállal volt, hogy meg táncolva ment. Szólt a duda, örült neki. Gazdag is lett, de nagyon gazdag lett ebben, hogy ő nem is duda fújta, hanem táncolt és dudáltatott, járt merre, a minden merre, már még a jókról is lemondott, és hatalmas nagy, milliómos volt. Igen, de megöregedett. Úgy, mint én. De vagy talán még jobban. Eszibe jutott, huha, most az én lelkem nem méne mennyországba. Hát én most mit fogok, ha meghalok csinálni abba a pokolba, abba a tűzbe? Ha még csak hűtőnek tennének, akkor csak elvonnék. De hát én alam fognak fűteni, ott mit fogok csinálni? Neki kezdett sírni. Rít, leült a fála, és sír. Ménár egy vény öreg asszony. Oda jött. Juhász bácsi, Méri! Hogy nyerénék, öreg anyám? Mikor fiatal koromban ördögöknek adtam a lelkemet, meg aztán az életemet, most meg meghalnak, csak a sanszba temetnek, és akkor bemegyek, bedobnak abba a nagy katlanokba. Hát csak fűtenék, mint jó volna, de alam fognak fűteni, mikor lesz velem?
Ugye? Megbaltad. Megbizonyít a drogokat, basúreg anya! Hozzol meg. Megtapogatja vagy. Tudod, ki vagyok én? Nem. Az a szép lány, aki megtanított Dudán. Tudod, kik voltak azok? A apám, meg a két, a bátyám, meg az öcsém. Akik megtanítottak Dudán. Na de én most is megmentelek tégedet. Ne gyere oda, ahol én vagyok. Mert te soha nem fogsz kint járni. Van komád? Van. Szegény? Hát igen, szegény. Szedj gazdaggá őtet. De nagyon gazdaggá. Adod a neki a csipkevesszőt, adod a, kérlek szépen néki a széket, és mondd, hogy szerezzen 5 méteres nyélen egy szalmahúzó kamót. Tudják, mi a szalmahúzó? Ahol kis parasztoknál van tehén, 1, 2, 3, és van a boglyák, a szalma, és van észre, van egy vaskamó, belül is úgy húzzák ki. És mondd meg neki, mikor te meg fogsz halni, téged nem fognak betemetni a sorba, hanem a garázsba. Akkor mondd meg neki, mikor ő meghalta, hogy menjen ki oda, vigye ki a széket, a kamót, meg a csipkevesszőt. 5 méterre a üllő, tegye le a csipkevesszőt, tegye bele a széket, üljön rá, a kamót meg vegye a lába közé. Oda fog menni, kérem szépen, apám, meg a bátyám, meg az öcsém. Pillanatok alatt ki fognak téged kaparni, fölnyitják a koporsót, megfogják a hajadat a fejeden, megráznak a talpadon, meg minden húscsont ki fog menni a koporsóba. A bőrödöt ki fogják dobni a partra. Mondd meg a komádnak, hogy húzza be a szalmahúzókon, hajsz az üljön rá a bőrödre. Majd mikor aztán szépen megcsinálják a sírt, hogy észre ne legyen senki semmit, úgy lesz, mint volt, akkor fogják keresni a bőrt. Mindent fognak ígérni neked. De minden, de meg nem mozdulj, mert abban a pillanatban meghalsz. De nehogy elindul, mikor a takasz szólal, mert akkor is meghalsz. Szóval mikor a nap fölkel, akkor indulj el. És akkor mondd meg neki, hogy vigyel a paphoz a bőrödet, szenteltesse fel, és akkor temessen a sorba. Akkor fogsz menni a lelked a mennyországba. Így is csinált. Meghalt, kivitték őtet, eltemették a sanszba. Akkor mája, kérem szépen, kiment utána éjszakára, letette a karikát, beleült, épültalba, tartotta a kamót, jönnek hárman. Pillanatok alatt kikaparták, kiürítették a bőrt, kidobták, ők meg behúzták, összehajtott rá, ült a komolya bőrére. De akkor ott zsugorgott. Szépen megcsinálták a sírt, keresik a bőrt, mondják, hova dobtátok azt a bőrt? Hát ide dobtuk ki, nincs meg. Nincs itt valaki, nézik, hogy 5 méterre, meg ott ül a koma, ott ül rajta. Könyörögnek neki, hogy gyémánba, aramba fogják fürtetni. Adja oda azt a bőrt, mert az az övéké. Egész, ha még a nap meg nem pirkat, ott könyörögtek néki. És nem adta oda, de önneki nem volt szabad megszólalni, semmit, hogy nem adom, vagy sem volt neked szabad megszólalni. Erre, mikor azt a nap kelt föl, eltűnt minden. Ő a hónála vette a bőrt, a szalmahúzóka volt, a kis széket, az öt elment haza. Bemegy a parokiára, mondja neki, tisztelente úr, elhoztam a komámnak a bőrét, legyen szíves megszentelni és a sorba eltemetni. Hú, én ezt nem csinálom, mert ő azt mondja, nem imádkozott templomban, nem járt, én azt nem csinálom meg,
tedd vissza oda, ahol volt, vagy pedig ad az ördögöknek, nem adom én, de maga csinálja meg azt. Nem csinálom, nem csinálom, nem csinálja, tisztelendő úr. Azt mondja, jó van, akkor fittyentek az ördögöknek, itt lesznek mindjárt, akkor maga ott fogja ott megnyúlni. Jó, csak azt ne csinálod, inkább eltemetem, mert megszentelem, csak azt az ördögököt ide ne hív. Így ment a mennyországba a komornak a lelke, hogy eltemette a pap. Ide, ha a pap el nem temette volna, a mesén tovább tartott volna. Én azt hiszem, ha valakinek van kérdése, beszélgessünk, stb. Ebből én befejeztem a műsoromat. 2 óra nékem elég ilyen műsorból, de nagyon szépen, amíg kérnek valamit akarnak, teljesítem kötelességüket, tessék. De hangosan tessék mondani. Szabad megkérdezni, hogy a csillagok állás, meg a csillagok hogyan befolyásolták az életüket? Kinek? Az önéletét, vagy a család életét. Hát a csillagok, hát azok nékem nem folyásoltak be az életemet. A sár, stb. Azt nem. Hát én nem vagyok csillagos, én nem. Azt meg tudtak alapítani, ha éjszaka aludtunk kint a lyuk mellett, azt meg tudtuk alapítani, hogy lesz eső a holdról. A holdjárásról, vagy a üres napról, vagy pedig első negyedről, vagy a holdtöltjéről. Ezt meg tudtuk alapítani, de ilyen csillagokon mint nem nagyon értettünk így. Nem tudok erre válaszolni, mert nem. Szóval nem tudom a csillagokat. Fiassúkot ismerem meg azóta, nem minek a nóta, hogy a dudalt, ami. Tudja? Bocsánat, nem mert több nóta. A fiassúk. Tudja? Azt a nótal. Nem. No, hogy a fiasztyúk magasan áll az égen. Jaj, de hideg, jaj, de hideg van ezen a vidéken. Nem tudja? Ó, Istenem, de karésze, pedig nagyon szép vagy. Hát pedig nagyon szép nóta, na mindegy. No kérem szépen, ezek ilyeket tudok, de úgy más. De nem ilyen az, amikor a hold csurgóra. Tessék? Milyen, amikor a hold csurgóra áll? Abból lehet tudni, hogy... Eső? Igen. A kérem szépen, a esőt arról lehet megtudni, bár első negyedről. No, hogy ilyen homályos, valami, nem vörös, hanem homályos valami födi. Pláne akkor is, mert ha teli hold van, vagy félhold van, vagy első negyed van, vagy ilyesmi, akkor az a hold körül ilyen piros-fehér zöld udvara van. Igen, szépen. Mint ennek is van gyönyörű szép balada. Ennek nagy udvara van a holdnak. És arról, ha az megvan, akkor eső lesz. Ha tiszta lesz a hold, és hamályos lesz ez egy koszorú, akkor, és aztán vörös lesz, akkor meg hatalmas szél lesz. Kérem szépen. Hogyha egész tiszta, és nincs semmi körülette, aznap mindig tudtuk, no ma megalzunk, mert zengés lesz. Szóval ezzel tudtuk megállapítani. És a télen meg a hideget, hogyha amikor első negyed volt, vagy pedig újság, és ahol ugye nem így áll, hogy akarom mondani. Így, hanem egy picikét, így egész majdnem egyenesen. Akkor ott azon a napon az egy hideg volt. Ha rendesen állt, mint a kifli, és akkor lehet benne látni valamit, akkor kérem szépen jó időt vártunk mindig. Akkor elmehettünk, a gyapjas is volt a lyuk, 1 kilométerre, 2 kilométerre, és legalább nem kellett félteni, meg fog alzni. Na, erre holdról, annyit tőle, erre ezt nagyon megfigyeltük. Így van ez. Tessék, akkor kell karni, karek. Nincsen.
Na, Halzi néni, befejezhetem? Azt befejezem, mert szóval elég volt, akkor én énekelek maguknak, maguknak, ha nem énekelnek. Igen, 49, így most stb. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Összefogtam két kezemet, úgy kértem jó Istenemet, én Istenem adatalan, mert meguntam a köszönöm a türelmüket, a Jóisten erőt, egészséget adjon mindjájoknak, és ezt az időt, amit így én értem, annyi gyógyszerrel, mint bejegyő, maguk is ugyanígy éljék, annyi gyógyszerrel, hogy ne szedjenek gyógyszert, éljék meg, és még 20-at javasolok maguknak, de van, én addig nem akarok élni. Mert ahogy mondtam, és a kismesémben mondtam, hagyjál meg, és ezt így befoglaltam mesébe. Köszönöm szépen, Jóisten!